A traktor története a 19. század elején kezdődött, akkor jelentek meg az első gőzhajtotta hatalmas méretű gépek, amelyel az igavonó állatok erejét akarták kiváltani. Az első benzinüzemű traktort az amerikai Iowában alkották meg 1892-ben, az 1910-es években pedig már egyre több bemutatót, szántóversenyt rendeztek a rendkívül sokoldalú géppel. Lapos szítárcsáikkal mezőgazdasági feladatokra, fűrészelésre, de vízszivattyúzásra is használták őket. Indításuk bonyolult folyamat volt, teljesítményük mindössze 8 lóerős, és veszélyes volt közel menni hozzájuk. A magyar traktorgyártás 1923-ban indult. Azóta a világ traktorgyártása káprázatos fejlődésen ment keresztül. Lássuk, hogyan dolgozik egy mai traktorvezető. 1971. május óta dolgozom a szövetkezetbe. Ennek a szakmának az a nehézsége, hogy olajos, hideg van télen, sár van, a mezőgazdasági munka az olyan, hogy ha menni kell, időbe kell vetni, időbe be kell takarítani, nincs idő megvárni, hogy mikor fog kisütni a nap. Szépségei meg az, hogy mindig ki vagyunk a határba, a friss levegőn, madárcsicsergést halljuk ebédidő alatt. A traktorvezető feladatai közé tartozik a vontató erőgépek vezetése és csatlakoztatása különböző mezőgazdasági célgépekhez. A traktorvezetőnek tudnia kell ezeket a mezőgazdasági célgépeket üzemeltetni, legyen az talajművelő, tápanyagvisszapótló, öntöző, szálas takarmány vagy gabonabetakarító, vető, ültető vagy palántázó gép. Ha kell, a növényvédelmi gépekkel felveszi a harcot a haszonnövények kártevőivel. Kezeli és felügyeli továbbá az erőgépekhez kapcsolt informatikai számítástechnikai eszközöket. Elvégzi az időszakos gépek tárolásával kapcsolatos tennivalókat. Az általa kezelt gépeket karbantartja, a kisebb javításokat szakmai irányítás mellett ő maga is meg tudja oldani. Betartja és alkalmazza a munkavégzéshez szükséges összes előírást. A traktorvezető a vontató erőgépeken kívül még sok más géppel és eszközzel is dolgozik. A traktor a pótkocsival az alapfelszereléséhez tartozik. Gépparkjában ott vannak többek között a talajlazítók, az ekék, a boronák, a kultivátorok, a kombinátorok, a hengerek, a trágyaszórók, a vetőültető, palántázógépek, és még sorolhatnánk. Csak vetőgépből van három is. Sorba, szórva és szemenyvétvető. A karbantartás és javítás során sokféle kéziszerszámot is használ. Itten várni kell egy évet, hogy a termés meglegyen, hogy amit az ember megdolgozott, hogy azt majd csak egy év múlva fogja látni. Mert mint azt most ősszel elvetünk, ez majd csak jövő nyáron lesz valami, ha lesz, ha az idő engedi. Lássuk, hogy milyen jártasság szükséges a traktorvezető feladatkörhöz. Technológiai és műszaki ismeretei birtokában képes karbantartani és üzemeltetni a mezőgazdasági munkagépeket és gépészeti berendezéseket. Feladatait a nehéz körülmények között is kitartóan, nagy figyelemmel végzi. Rendelkezik a munkához szükséges fizikai erőnléttel és a térbeli gondolkodás képességével. 85-ben végeztem a szakmunkás iskolába, azóta egy kisebb kihagyással itt dolgozok a szövetkezetbe. Kiskorom óta vonzottak a gépek, mindig szerettem őket, nézegettem, és akkor volt ez a lehetőség a pályaválasztás, a 8-ban akkor úgy döntöttem, hogy ezt a szakmát választom, és örülök neki. Azelőtt többen voltak, akik tanulták ezt a szakmát, most már egyre kevesebben, de szerintem nem kell tőle félni. Egészségre ártalmas tényezők a zaj, az egész testre kiterjedő rázkódás, a talajművelési és betakarítási munkákkal járó por. Veszélyt jelenthetnek a különböző vegyi anyagok, növényvédők, talajfertőtlenítők és műtrágyák is. A traktorvezető nagyrészt szabad ég alatt, a traktorvezető fülkéjében ülve a járművén tölti munkaidejét, ezért számolni kell a szélsőséges időjárással is. A gépek önmagukban is baleseti veszélyforrást jelentenek, a terményszállítás és a közúti közlekedés is kockázattal jár. Mindezek kellő körültekintéssel végzett munkával, védőfelszerelések használatával és a munkavédelmi szabályok betartásával kivéthetőek. A traktorvezető álló, ülő, hajlott testhelyzetben végez nehéz fizikai munkát. A szakma gyakorlásához épp egészséges mozgásrendszer, a kar, kéz és láb fokozott használata szükséges, fontos továbbá a térlátás és egyensúlyérzék. A traktorvezető leterheltsége nem egyenletes, gondoljunk csak a tavaszi vetés vagy az őszi betakarítás időszakára. A traktorvezető munkakör betöltéséhez elsősorban traktorvezetői jogosítványra van szükség. Emellett a mezőgazdasági gépész szakképzés elvégzése ajánlott a leginkább.
A képzésre az általános iskola 8. osztályának elvégzése után lehet jelentkezni. Pályaalkalmassági követelmények nincsenek, vizsgálják viszont a jelentkezők egészségügyi alkalmasságát. A mezőgazdasági gépész szakképzés szakközépiskolában és felnőtt képzés keretei között egyaránt elsajátítható. Az oktatás során a diákok többek között mezőgazdasági alapismereteket tanulnak, megismerik a mezőgazdasági gépészet alapjait és a munkagépeket. A szakképesítés birtokában a traktorvezető munkakör mellett betölthető még a cséplőgépkezelő, illetve a mezőgazdasági kotrógépkezelő feladatkör is. A képzés teljesítése után lehetőség van tovább tanulni. Választható például a mezőgazdasági gépjavító szakképesítés ráépülés. A statisztikai adatok alapján a traktorvezető havi bruttó átlag keresete 145 és 170 ezer forint között mozog. Ez azonban változhat attól függően, hogy a dolgozó milyen életkorú, mely régióban, megyében lakik, valamint hogy a munkáltató esetében állami vagy magán, hazai vagy külföldi cégről beszélünk, vagy saját vállalkozásban dolgozik. Ez a hivatás sok élményt tud adni. Például aratásnál, hogyha az ember belegondol, amit megvesz kenyeret vagy zsömlét, és lehet, hogy pont abból a búzából készült, amit ő vágott le. Egy jó traktorosnak jó fülinek kell lenni. Szeretni kell a gépeket, az olajszagot kint a területen. Egyedül kell neki lenni. Szeretni kell ezt a munkát. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs Portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megbízásából.